Sziasztok! Boldog új évet kívánok mindenkinek! Az idei első adásunkban az Aviator 2.3-as sisakról fogok beszélni. Sziasztok! Elég rég találkoztunk, most újra elkezdünk videókat csinálni, megjött az ihlet hozzá. Boldog új évet mindenkinek, remélem idén többet fog mindenki motorozni velem együtt. Hát megjött a 2.3-as 2019-es Aviator sisak, nézzük meg, hogy mi van benne. Na hoppá, az első meglepetés, hogy egy komoly táskába kapod a sisakot. Nem kell. Tehát már ez nagyon jó, hogy mondjuk nem sisakzsákban, hanem meg tudod fogni, van egy füle, rendesen le tudod csukni. Ide bele, na itt vannak a kellékek, már ez is sokkal szebb. Papírjai. Tehát amikor üres a doboz, eleve a belső egy ilyen bolyhos anyagból van, ide bele tudod rakni a szemüveget. Tehát ez már így eleve sokkal jobb a komfortérzete ugye az embernek. Na nézzük, na a sisak is elég jól néz ki, majd erről mindjárt egy kicsit mesélek bővebben. Nézzük, mi van benne. Papírok, van egy ilyen kezelési utasítás benne. Ez is eddig egy kis zacskó volt, most azért kultúráltabban berakták egy dobozba. Nézzük, mit tartalmaz. Hát ez a Shieldnek a hosszabbító, hogyha nagy sár vagy süt a nap. Szerszám hozzá, ez is elég kultúrált, ha megnézitek. Elég jól néz ki, egy ilyen kis imbusz kulcs igazából. Ez a tetejébe való, tehát ez igazából akkor szoktuk berakni, a régi ez is volt ilyen, hogyha hűvös van, vagy mondjuk ilyen esős időben mész, és akkor ott nincs az a nagy luk itt a tetején, ezt ide tudod fölhelyezni. Tartalék csavarok hozzá, alátétekek, kis szivacsok hozzá, GoPro tartó, ez is jó. Van, meg matricák vannak, és van még egy ilyen, ami újdonságnak számít. Mindjárt elmondom, hogy mire szolgál. Ez eddig nem volt a sisakokhoz, ez egy ilyen gumik is kupakok vannak itt, és ez, hogyha hűvös van, akkor le tudod vele zárni. Tehát, ha megmutatom itt a kamerának, tehát ezt ide be tudod pattintani, ha látszik, akkor berakod, és akkor itt nem áramlik be a hideg. Tehát, hogyha ilyen hűvösebb idő, akkor le tudod zárni a szellőzőket rajta. Na, akkor nézzük, hogy mit tud a sisak, ezt kicsit összépakoljuk. Na, hát a sisak is elég sokat változott, a héj szerkezet az amúgy ugyanaz, tehát ott nincsenek változások, a belsőben viszont óriási különbség van. Méghozzá van benne egy saját szisztémájuk, ami AMS-nek hívnak, hát elég sok cég csinál most már ilyet. A Aero az fejlesztett egy sajátot, ez a Foxnál MIPS néven fut, meg elég sok sisaknál MIPS-re hallgat, a Bell is például sajátot csinált ebből. Ez azt a célt szolgálja, hogy a belseje a sisaknak, hogyha itt megnézitek, itt több réteget láttok, és ez azt a célt szolgálja, hogy ha elesel, akkor a belseje az külön el tud fordulni ilyen kis csúszkákon, és ez 30%-kal csökkenti az agyrázkódásnak a veszélyét. Emiatt egyébként, hogy ez ilyen lett a belső, hát itt ezek a gyorsan ezek ki tudják húzni, ez eddig is benne volt. Emiatt, hogy ilyen lett a belső, ezért megcsinálták mágnesesre, mert egyébként máshogy nem is lehetett volna, tehát hogyha megnézed, ez itt mágneses lett a bélés, és itt szintén mágneses, hogyha itt a kamera fele mutatom, akkor remélem látszik, itt is mágneses lett a bélés, tehát sokkal egyszerűbb most már kivenni a bélését, és egy pillanat alatt ki tudod mosni. Én amúgy csak ilyen hajsamponnal, vagy tusfürdővel, csapba kiszoktam mosni, tehát nem rakom be mosógépbe, viszont úgy elég tartós, tehát nekem még a legelső aerósisakomhoz se kellett másik bélést venni. Igazából ez, ami óriási különbség benne, de hát a bélés anyaga az még mindig nagyon jó, és kényelmes a sisak is. Mást igazából nem lehet elmondani, hát ez ugyanúgy megmarad, hogyha látjátok a óriási szellőzők, és most egyébként a szellőzés alatt, hogy a két réteg között áramlik a levegő, és itt tud kijönni alul a levegő, ami itt bemegy, tehát most elmehetek, a szellőzése is még jobb lett, mint eddig volt, de hát eddig se volt erre panasz. A súly az ugyanaz a 1 kiló körüli maradt, úgyhogy ez szerintem piacvezető így a sisakokban. Hát igazából ennyi. Hogyha van
kedvetek egy ilyen sisakot használni, vagy megvenni, akkor gyertek be hozzánk. Köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok!